Ahhoz szeretnék egy találós kérdést föltenni. Ki kellene találni az egyik állatot, amelyikről szó lesz? Micsoda? Gondolatolvasom. Milyen már? Hát úgy nézel ki, mint a gyerepát. Pont a cirkuszban is ilyen kockás bugyiuk van, láttad? Tényleg tiszta elefánt volt. Na hát akkor következik az elefánt. Változzunk át elefántokká. Álljatok föl, igen, és vegyétek elő az ormányotokat. Van ormánya mindenkinek. Ez az. Lóbáld meg az ormányodat, lássam. Ez az. Mekkora ormánya van az egyiknek. Na, az elefánt szokott zuhanyozni is az ormányával. Igen. Oda megy a vízhez, és így csinálja. Fölszívja a vizet, és úgy... Jaj! 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 Azt tetszik a legjobban, amikor hangszernek használja. Így csinál vele, hogy... A hajam ott csinál az elefán? Na, maradjatok állva, mert ez az elefánt elindult a tópartra kocogni. Lehet, hogy túl sok chipset evett, vagy kólát ivott, nem tudom. De hogy mi történt vele a tóparton, arra kiderül, az kiderül... Na, vedd elő a kormányodat, és leringes. Lássam, hol vannak a kis elefántok. Menjünk el a szavannára. Jaj, de jó. És kocogjunk. Hogy kell kocogni? Lassan. Az elefánt lassan, cammogva kocog. De hogy mi történt vele a tóparton, az kiderül Román József verséből, aminek az a címe, hogy Bűnbánó elefánt. Igen. Kicsit kívjunk egy kis hangerőt. Az elefánt elmérázva a tópartra kocogott, és nem vette észre a füvet a kis kocogott. Szerencsére agyon azért mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egy gyenge felakosta. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűbe a kis kocogott. Szerencsére agyon azért mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egy gyenge belaposta. És mondtam meg, hogy egyre van, büntetésül, de most hiszen ráléphetsz az egyet.
lábajunk repjük rá tízszer. Hogy támogy. Egy, kettő, Nagyon kapott, igen. Azért fontos ez, mert nem csak magunkra kell vigyázni, mint feje nagy, hanem másokra is kell vigyázni, ha mások ráadásul kisebbek, mint mi vagyunk. A kicsikre vigyázni kell. Hát ez a tanulság Romány József verséből. Na, de most... Olyan